Jó napot kívánok! Zugló értékeiről szóló sorozatunk mostani évzáró adásában Majkos Zsuzsával, a Samodai Hely Történeti Műhely vezetőjével egy ritka és alig ismert témát fogunk boncolgatni. Ez a vitézi telkek Zuglóban. Egy kicsit hadd ágyazzak meg ennek a történetnek, utána nézze, ugye alapvetően ez, ahogy a vitézi rend, az 1920 és Horthy Miklóshoz kötődik. Ez, ha én amit így utána olvastam, és nem konkrétan a zuglói területről van szó, de hogy ez tulajdonképpen egy ilyen kohéziós erőnek, vagy ilyen hűség nyilatkozattal felélő juttatásnak tűnik nekem. Ugye eleve a vitézi rend az valamilyen, mindenképpen egy a kormányzóhoz hű, és ha nem tévedek, akkor igazából a paraszti rétegből felemel, de valamilyen módon hazafias szolgálatot, elsősorban ugye a világháborúnak a hősei, vagy akik megszolgálták, hogy hazafiasan, vagy háborúban valamilyen hőstettel, vagy szolgálattal, tehát nekik lett a rend kialakítva. Nem akarok közbevágni a vitézségről szóló, mint a vitézi rendről szóló témával, mert itt alapvetően mégiscsak egy város részéről, egy picike város részéről fogunk beszélgetni Zuglónak. Ugye a vitézi rendet, mint olyat, azt 1945-47, tehát a másik világháború után az új rendszerrel eltörölték, és nagyon hasonlított, amit én ebből láttam, a korabeli, hát uralkodói jogokhoz, hogy ki nevezett, de nemesi címhez hasonló, nyilván ezzel azért nem lehet összemosni. És ennek megfelelően, és ez majd már az ingatlan részéhez tartozik, nagyon érdekes, hogy mondjam, örökösödési és egyéb megkötéseket találtunk, de ez már tényleg a témához kötődik szorosabban. Egy dolgot még a végére, ugye az több ellentétes állítást láttam akár a közbeszédben, akár fórumokon, vagy bárhol, ahol ez a téma felbukkan, hogy a vitézi címet viselni az hogy jogosult-e vagy nem. Elvileg az a törvény, amely ezt betiltotta, az mai napig hatályos. Tehát hivatalosan senki nem használhatja ezt a címet, de arra nincs semmiféle probléma, hogyha valaki magán személyként így megjelöli, de hivatalos formában ez nem használható. Gyakorlatilag ezen az állásponton van a magyar jogalkotás és jogalkalmazás, ha jól láttam, utoljára 2011 óta. Na de, Zuglóban hol találjuk a vitézi telkeket? Szép hosszú bevezető után, igen, Nagy Zuglóban van ugye ez a terület, a Nagy Lajos Király útja, Fogarasi út, Kafka Margit utca, Bánki Donát utca által határolt rész. Ez ugye 51 telek, és mintegy 102 ikerház, mert ugye itt ikerházakról van szó. Hogy miért került ide, erre a területre, ugye arról ejtsünk néhány szót. Ugye ez Nagy Zuglónak ez a része, hogyha az ember megnézi egy ilyen korabeli térképet, sőt még ennél egy nagyobb része a Kerepesi útig, tehát ugyanaz a négyszög, amit most elmondtam, de Kerepesi útig húzódva, ez egy teljesen beépítetlen terület volt, még az 1920-as években is. Azért volt beépítetlen, túl azon, hogy a fővárosnak rengeteg ilyen föntartott telke volt, ugye különféle városrendezési, későbbi városfejlesztési célokra tartották ezeket fent, és ide erre a területre szánták egyébként az 1910-es évektől a már akkor is rendkívül korszerűtlen Rókus kórháznak az utódját. Tehát ugye arról lett volna szó, hogy a Rókus kórházat ledózerolja. Ugye az volt az első polgári kórháza Pest városának, még a 18. században nyitott meg. Ami ugye nem katonai kórház volt, hanem polgári kórház. Na most ez teljesen elavulttá vált már erre az időszakra, és az volt az elgondolás, hogy azt ott ledózerolják, ugye bent a belvárosban, ugye a Rákóczi út mellett, az értékes telek. Már akkor is az volt, gondolom, hát azért elég akkor is az volt, azt majd valami másra értékesítik, van másra használják, és akkor itt ezen a területen építik föl az új polgári kórházat. Na most ez azonban természetesen, ahogy nagyon sok ilyen nagy beruházás egyre húzódott,
és addig is, amíg ez ugye meg nem valósult, mint tudjuk, aztán soha nem valósult meg, haszonbérbe voltak adva ezek a földek. Tehát ez ugye azt jelentette, hogy lehetett rá licitálni magánszemélyeknek, és akkor ilyen 2-3 éves szerződésekkel valamit fizettek a fővárosnak, és ott mezőgazdasági művelés folyt, a haszon, a termény az övék volt. Tudunk olyan visszaemlékezésekről, hogy ugye itt még az 1920-as években is kukoricaföldek voltak ezen a területen. Így aztán közművesítve se volt ennél fogva, és amikor ugye végül is nagyon a vitézi rend megalakulásához képest későn, tehát mintegy 10 év telt el 1920-tól, amikor egy fővárosi képviselő, aki maga is vitéz volt, egy előterjesztést írt, ami arról szólt, hogy hát a főváros még nem ajánlott föl vitézi telkeket, ugye? Mert ezt majd, ugye majd mindjárt elmondjuk, hogy hogy is történt ez a vitézi telepek alapítása. Tehát a főváros nem adott a fővárosi vitézek részére telkeket, adománytelkeket, és hát lenne kedves összeszedni magát a főváros. A kérdezni akartál, igen, láttam. Nekem abból azt jön, hogy a lemaradásban volt, és ez lett volna az egyik közvető kérdésem, hogy Budapesten van-e, vagy lett-e végül más példa rá, mert azt láttam a pusztán a rákeresésre, hogy vitézi telkek, hogy azért Lökösházat, rengeteg vidéki területen azért ez gyakorlat volt, azt nem tudom, hogy időben, de ebből, amit mondasz, ebből az jön le, hogy Budapest itt már mint a szégyenben maradt, és nem adott. Na, de ez tulajdonképpen azért volt, amit az előbb elmondtál, hogy valóban itt elsősorban a paraszti rétegeket akarták földhöz juttatni. Most ezt meg kell említeni, anélkül, hogy nagyon belemennénk ilyen történelmi finomságokba, hogy időben ugye a vitézi rend alapítása, és az az elgondolás, hogy a vitézé fogadott, vitézé avatott férfiak telket is kapjanak, ez szinte egybeesik a nagyatádi féle földbirtok törvénnyel. Tehát az is ugye 1920-as, az a törvény, és az pontosan arról szólt, hogy ugye tudjuk, hogy Magyarországon milyen igazságtalan volt a birtok szerkezetnek az eloszlása. Ugye voltak hatalmas magánkézben lévő birtokok, és iszonyú széles, nincstelen paraszt rétegek, akik földművelésből éltek ugyan, de nem volt saját telkük. Na most, és az, hogy ráadásul a világháborúban magukat valamilyen hőstettel vagy hősies helytállással kitüntető rétegeket, mint egy kvázi a nemzet háláját kifejezve ugye földhöz juttassanak, meg ez a nagyatádi féle földreform, ez kb. Egybeesett, és nyilván itt arról volt szó, hogy akkor két forrásból is lehessen földhöz juttatni ugye föld nélküli rétegeket. És hát mivel itt is a vitézi telek alapításnál az egy nagyon fontos szempont volt, hogy nem nagy területű földeket kaptak, de akkorát, hogy magukat és a családjukat el tudják tartani. Tehát itt az is elő volt írva, hogy ezen a telken, amit megkapnak vidéken, gazdálkodniuk kell. Mint egy ilyen kvázi később ezt ilyen háztáinak hívták, tehát hogy valamilyen módon a saját családját el tudja látni. Ugye ennek volt egy gazdasági megfontolása is túl ezen a nemzet háláján, hogy hát ugye ezek a nagyon nehéz, gazdaságilag nagyon nehéz idők, ugye az első világháború elvesztése után, illetve Trianon után, hogy ezt a réteget ne engedjék teljesen lecsúszni, elszegényedni. És ezért nagyon sokáig elsősorban valóban ez vidéken dívott, méghozzá kétféle módon alapíthatott, vagy lettek vitézi telkek. Az egyik, hogy még 20-ban, ugye a vitézi rend megalakulásakor, Horthy Miklós egy beszédében felszólította, vagy fölkérte mondjuk úgy a nagybirtokosokat, hogy a saját birtokaikból alapítsanak vitézi telkeket. Ez egyébként kezdetben működött is, tehát néhány évig meglehetősen nagy területek kerültek, mert ez úgy működött, hogy egy magánszemély fölajánlott, és ezt a területet a vitézi rend kapta meg, majd a vitézi rend osztotta ki ugye a jelentkező vitézek között. De olyan 3-4 év múlva a lelkesedés egy kicsit elült, és akkor elkezdtek települések. Kisvárosok, mezővárosok, falvak,
általában a város vagy a falu határában lévő saját tulajdonú, tehát a város tulajdonában lévő telkeket átminősítettek vitézi telekké, ugyanúgy fölajánlották a vitézi rendnek, és akkor ők osztották ki. Annyira komolyan vették ezt a gazdálkodást, hogy ez tulajdonképpen erre szolgál, hogy itt nem csak telkeket adtak, hanem felszerelést is adtak ezekkel a vitézi telkekkel, leltárba vett felszerelést, illetve volt egy olyan rendelkezés, hogy a hadseregtől nyugdíjba vonultatott lovakat is megkapták, ugye a vitézek, szintén a gazdálkodás elősegítésére. Na most, mivel ugye Budapesten ez ugye nem volt jellemző, vagy itt föl sem merült ez, hogy itt gazdálkodni kéne, a főváros nem exponálta magát ebben a dologban, még nem felszólították, ugye kvázi. És akkor úgy gondolta, elsősorban erkölcsi okokból gondolta úgy a főváros, hogy hát neki is, hiszen a fővárosban is éltek vitézek, akik ugye nem akartak gazdálkodni, ezért aztán a fővárosban osztott vitézi telkek, azok nem is gazdálkodásra szolgáltak, hanem ezek házhelyek voltak. Kifejezetten házhelyeket osztottak. Ugye itt egyébként is a század tízes éveitől volt egy nagyon erős mozgalom, a családi házépítés. Ugye akkor az volt csak a vágyak ne továbbja, az önálló ház és az egzisztencia csúcsa gyakorlatilag, hogy mindenki önálló házhoz juthasson. Ez egyébként, ez a mozgalom, ez Angliából indult, és szépen begyűrűzött, ugye, Magyarországra is. Épült egy csomó ilyen kislakásos, ikerházas telep is, hogyha amik nem vitézi telepek, de ugyanebből az elgondolásból, mondjuk nagyon híres az angyalföldi Magdolna városi, ott az angyalföldi út környékén, vagy a 11. kerületben is van ilyen telep. Tehát ez nagyon népszerű volt, és ez tényleg nagyon nagy egzisztenciális ugrást jelentett ezeknek az embereknek, tehát a főváros tulajdonképpen házhelyeket ajánlott föl a vitézi rend tagjai számára. És akkor ők gyakorlatilag bérházakból, a belső kerületekből költözhettek ki valószínűleg, ahol ugye nem tudom kinek mennyire van meg. Én még találkoztam, mert talán 10-15 évvel ezelőtt is Gellért szállótól körülbelül 3 háznyira, hogy a folyosó végén ott van a WC, és tényleg úgy működött a lakás, tehát az ilyen körülmények között kijönni. Hát rengeteg ilyen volt, igen. A másik, hogy nem tudom, hogy lehet-e, vagy szabad-e párhuzamot húzni, amikor ezt megláttam, ez egy viszonylag kis terület, bár ezek szerint azért száz, az talán mégse olyan kevés, de nekem, ami így azonnal szembe ötlött a párhuzam, vagy a hasonlatossága a tisztviselőtelepekkel. Igen. Vagy a vasútnak, tehát hogy ez tulajdonképpen egy ilyen gondoskodás volt, csak az mondjuk konkrétan, hogy ott dolgozzanak a vasút mellett. Így van, Tehát ugye nagy állami vállalatok építettek ugye ilyen munkáslakásokat, posta, MÁV, gázgyár. Igen, ilyeneket. Illetve hát voltak ezek, amit az előbb említettem, például az angyalföldi, ezek voltak az úgynevezett OTI telepek. Ez mi az OTI? Az OTI volt az Országos Társadalombiztosítási Intézet, ugye 1945 előtt a nyugdíj és az egészségbiztosítás hozzájuk tartozott, de akkor még igazi biztosítóként működött, tehát ők finanszíroztak is. Ugye a biztosítottak pénzét ők be tudták fektetni, és több ilyen telepet ők megfinanszíroztak, például a fővárosnak, a köznyelv OTI telepnek hívta ezeket, ahol tulajdonképpen ilyen kis nagyon helyes, kis kertecskével ellátott házakat, de azok bérlakások voltak. Értem. Tehát abban az volt a poén, hogy ugye ő fölépítette és szedte a bérleti díjat. Na most a építészetileg igen, meg ideológiailag nagyon hasonlít valóban a vitézi telep is ezekre a telepekre. Annyi a különbség, hogy ugye itt teljesen más az építtető. És itt megint vissza kell ugranunk egy kicsit, ugye a vitézek jogállását, ugye ez ilyen száraz témának tűnik, de nem az, mert rendkívül érdekes. Ugye először is a vitézi rendben most túl azon, hogy elvárták, hogy mondjuk az első világháborúban valamilyen kitüntetése, vagy valami hadi cselekedete legyen az illetőnek, ami kimagasló. Ezen kívül
ez még nem volt elég ahhoz, hogy valakit fölvegyenek a vitézi rendbe, fedhetetlen előéletnek kellett lenni. És ez a fedhetetlen, ez nem egyenlő a büntetlennel, ez annál több. Az erkölcsi bizonyítványhoz viszonyítva annál is több? Annál is több, szóval én azt gondolom, hogy az erkölcsi törvényekhez viszonyítva, tehát hogy ezt ugye például ilyenek, hogy kicsapongó életmód, aminek ugye nincs köze az erkölcsi bizonyítványhoz, tehát mondjuk italozás, szerencsejáték, ilyesmik, ezek kizáró okok voltak. Ugyanígy nem kedvelték a házasságtörő, vagy a házasságból kikikacsingató életmódot, de annyira, hogy egyébként ezt az asszonynál sem. Tehát, hogyha a vitéznek a felesége volt keveredett ilyen rossz hírbe, az is kizáró ok volt. Hiszen itt ez a dolog arra épült föl, hogy egyrészt egy erkölcsi példamutatásul szolgáljon a társadalomnak, ugye a vitézi rend és ennek a tagjai. Másrészt ugye nagyon fontos volt, és hát ezt a korábbi időszakból, a gentry időszakból tudjuk, hogy ez a birtok a családnak megmaradjon, amit a földbirtok vagy a ház, tehát hogy ne lehessen elkártyázni, elinni. Ha jól láttam, bocsánat, hogy szabadulva, azt azért elég érdekesen korlátozta a rendelkezését, a öröklési jogba és tulajdonjogba beleszólva, de erről majd mindjárt akkor odaérünk. Így van, tehát nagyon speciális törvények, teljesen kivették a modern polgári jogrend alól ezt a területet. Tulajdonképpen ez egy ilyen a feudális hűbérbirtokhoz hasonló jogok és kötelezettségek voltak. Tehát ugye, ha egy vitéz végül is telket kapott, akkor abban a pillanatban az ingatlan nyilvántartásban rávezették, hogy ez vitézi telek. Ez ugyanis törvény erejénél fogva azt jelentette, hogy ezt nem lehetett eladni. Tehát ez egy elidegeníthetetlen telek. Tulajdonosa volt, de nem adhatta el. Így van. Hogy mondtad, nem is kártyázhatta el, nem zálogosíthatta el. Na, mert a következő az volt, hogy nem lehetett rá jelzálogot bejegyezni. Ez egyébként vidéken, ahol gazdálkodtak volna a vitézek, ott ez időnként gondot okozott, mert lehet, hogy ahhoz kellett volna valami hitel, eszközvásárlásra, stb., de hát ugye egy kereskedelmi bank nem ad hitelt, hogyha nem tud semmilyen jogot bejegyezni. Ezt aztán kivédte a vitézi rend azzal, hogy a földhitel és jelzálogbank, tehát egy állami bank nyújtott akkor ilyenkor hitelt. Semmilyen módon nem lehetett megterhelni, és nem lehetett árverezni sem ezeket a vitézi telkeket, tehát az volt a lényeg, hogy ez mindenképpen megmaradjon a család tulajdonában. Ugye az öröklés ez még cifrább volt ennél. Igen, ez szintén a középkori, meg a feudális nemesi birtokból származik. Ugye teljesen mindegy, hogy hány gyereke volt valakinek, csak egyben lehetett örökölni, és csak a legidősebb fiú örökölt. Igen, ez azért érdekes, mert itt ugye igazából, ugye volt már akkor is azért volt egy törvényes öröklésrend, ez igen, rendben ez van. Ez teljesen attól de még a tehát a végrendeletet is felülírta, mert hiába rendelkezhetett volna úgy, igen, nem? Hogyha a második igen fiam, mert azért a földhöz vagy ő majd jogosult. De azért ez ennyire de azért nem ehhez volt, még jön. Tehát azért igen rájöttek, hogy ez egy kicsit így túl szigorú, de még hagyd mondjak erről, mert ugye nagyon kegyetlen, tehát például a lány nem örökölt. Igen, ez nagyon tetszett ez a rész, már bocsánat, tetszett, hogy érdekes megoldás igen volt. Lány nem örökölhetett, viszont örökölhetett a lány férje, a vej. Megkötésekkel. Igen, akkor föl kellett vennie a feleségének, és ilyen formán az apósának, ugye a vezeték nevét is. Tehát akkor is, ez ugye most megint divatban van, ezek a kettős vezetéknevek, férj, feleség fölveszi, ez akkor is föl kellett vennie. Aztán például magyar állampolgárság az mindenképpen, tehát ez kizáró ok volt, ha nem, és elvárták a névmagyarosítást. Ekkoriban rengeteg névmagyarosítás, voltak ilyen hullámok, ugye az első világháború alatt is, rengeteg névmagyarosítás történt, kizárólag a valamilyen történelmi nevek élveztek ez alól felmentést, tehát mondjuk Habsburg József főhercegnek nem kellett magyarosítani a nevét, de azon kívül igen. Na most visszatérve az öröklésre, tehát így szólt a törvény, de
Volt egy engedmény, hogyha, mert ugye például előfordulhatott, hogy az elsőszülött fiú egyszerűen nem volt alkalmas, mondjuk például, mert szegény kártyázott, vagy alkoholista volt, Vagy zenész volt, az vagy is lehet, mert te vagy kicsapongó. teljesen. Hát Jó, hogy zenészek erkölcsileg, voltak bocsánat. vitézek, tehát ez fontos, hogy foglalkozásban nem volt megkötés. Akkor ugye, tehát magyarul lehetett kérni felmentést ez alól. Az örökhagyó még életében kérhetett ez alól tehát megjelölhetett mást örökösnek, de a vitézi szék, ez ugye a vitézi rend végrehajtó szervezete, a vitézi szék és személyesen Horthy Miklós jóváhagyása, pöcsétje kellett ahhoz, hogy ezt jóvá hagyják, hogy megváltoztassák az öröklési rendet. Na most onnan tudom, hogy ez mennyi galibát okozhatott, hogy rengeteg kérvény érkezett. Rengeteg. És egy személyhez, a kormányzó személyhez volt rendelve az engedély. Bocsánat, megint egy párhuzam, mint hogy a pápa mentesítheti a újbóli házasságkötést. Igen. Tehát, hogy hát ezzel gondolom az volt a cél, hogy ne váljon iparszerűvé ez a igen, kijátszás. Igen, a igen, hát ugye Horthy Miklós volt a vitézek főkapitánya, tehát őnek ugye ezen rangjánál fogva a vitézi szék, mint operatív szervezet befogadta a kérvényeket, megtárgyalta, lenyomozta kvázi. Javaslatot tett, és akkor így lehetett szentesíteni. Most erről nincs semmiféle információm, hogy mennyit hagytak jóvá, és mennyit nem, de minden esetre, hát ebből nagyon sok galiba származott, igen, ebből az öröklésből. Nem tudom, mennyire kezelt, még azt is néztem, hogy ugye a vitézi rendnek a székháza, az az Üllői úton az az épület, igen. Ahol most a parkológarázs és benzinkút igen, van. Igen, azt én tudom, hogy ez megsemmisült a második világháborúban az a levelezéssel, épület. Az irattárral együtt, igen, szét kiégett van, az egész. Így van, igen, így van. Hát igen, ezért nagyon nehezen rekonstruálható, meglepően kevesen. Hát mondjuk a vitézi rend történetét azt azért kutatják, de egy nagyon nagy iratanyag hiányzik. A vitézi telep, a zuglói vitézi telep, hát az meg gyakorlatilag teljesen föltáratlan. Hát végül is, hogy mikor talán mondani, hiszem, akkor már úgy befejezett volt a zuglói vitézi telep. No, hát végül is 35-ben jelölték ki véglegesen ezt a területet. Igen. Tehát ugye 30 az előterjesztés, akkor tudod, minden húzódik egy kicsit. 35-ben kezdetben más területekről, sokkal több vitézi házról volt szó, és más területeket is, Angyalföldön is kijelöltek területet, 11. kerületben, ezekből nem lett semmi, maradt az zuglói. És 1935-ben adták meg a tervezési megbízást. Ja, itt még el kell mondanom, mert ezt az előbb nem mondtuk el, hogy a telkeket azt ugye a főváros adományozta, és azt a vitéz egy adománylevél, tehát nem adásvétel, hanem egy adománylevél kíséretében ingyen kapta a telket. Viszont a házat nem. A házat azt saját forrásaiból a vitézi rend építette, tehát ő fizette és ő bonyolította. Ő adta ki a megbízásokat, de azt nem ingyen kapták a vitézek, hanem egy 27 éves, akkor úgy volt megállapítva, 27 éves, hosszú lejáratú, ilyen 2%-os, nagyon alacsony kamatozású hitelre. Tehát azért itt nem ingyen ültek bele ezekbe a házakba, mert bizony ezt fizetni kellett. És olyan adatot találtam, hogy egy ilyen háznak, tehát egy ikerház félnek a felépítése, az olyan 12 ezer pengőbe került akkori áron, és egy kétszobás házért havi 50 pengőt fizetett egy vitéz. Tehát mondjuk ez azért kigazdálkodható volt, mert tudjuk, hogy 200 pengővel Ficcel, már könnyen igen. viccelt az ember. Tehát ez ugyanaz a kor? Ez ugyanaz a kor, igen. Hát hogyne, hiszen 35-ben adta ki ugye a vitézi rend a tervezési megbízást. Szintén egy vitéz Irsi László tervezte ezeket a házakat, és hogy milyen a történelem humora, vagy én nem tudom micsoda, az Irsi egy jó, nem különösebben kimagasló, de egy jó építész volt, rengeteget dolgozott, abszolút modernista építész volt, hiszen 35-36-ról beszélünk, de itt nem ez volt a megbízás. Itt gyakorlatilag az ideológia az volt, hogy egy csöpnyi falut vigyenek a városba. Ezért ezek a házak ilyen kis vidékies hangulatot árasztó, kontyolt, tetős házak,
És hogyha megnézze az ember, hogy miket tervezett még az Irsi, hát modern villákat a második kerületben, bérházakat, modern bérházakat, és van egy ikonikus épülete, kérlek szépen a Magyar Kereskedelmi Minisztériumnak az üdülője Balatonon. Ez nem más, mint a Balaton Öszödi Párt üdülő. Tehát az elhíresült Balaton Öszödi Párt üdülőt Vitéz Irsi László tervezte. Két hullámban volt az átadás, először 30 házat, aztán utána a többit, 36-ban és 37-ben adták át itt a zuglói vitézi telepházait. Nagyon érdekes volt az átadási szertartás is, ilyen érdekes, annak is volt egy ilyen ünnepi rendje, egy ilyen érdekes protokoll szerint zajlott. Ugye úgy működött, hogy felsorakoztak a vitézek, akik ugye megkapják a házat, megérkezett a kormányzó, a Budapest főpolgármesterével karöltve, ugye Horthy Miklós díszegyenruhában, a polgári Budapest főpolgármestere pedig hát valami zsaketben, és eljátszották a himnuszt, és utána ugye egyenként szólították a vitézeket, és minden vitéz, aki ugye éppen megkapta a házát, az kapott egy kis vászonzacskót, ez már láttam ilyet, van, akinek ez még megvan, címer az elején, a vitézi rend címere, egy kis vászonzacskó, és a vászonzacskóban egy kis maréknyi föld az ő saját telkének a földjéből, és erre a vászonzacskóra volt ráerősítve a ház kulcsa. De akkor már kész házatok. Ezek abszolút kész házak voltak, ezek a korabeli lapokban nagyon szépen is látszanak, teljesen fixum fertig kész vannak. Háromféle változat készült egyébként, egy, két és három szobás készült. Hát ez ugye a gyerekszámtól függött, hogy valakinek, mert voltak itt öt-hat gyerekes vitézek is, és nagyon emberi méretű házak voltak, általában mindegyikben nagyon baromi jó elrendezésűek, tehát a mai igényeknek előszobából nyílik minden szépen körbe. Van egy ilyen nagyon kellemes, félköríves tornácuk ezeknek a házaknak, onnan lehet megismerni, mert bár már sehol nincs meg a, tehát már nem tornác, mert mindenki beépítette, beüvegezte, beépítette, de ez a terméskővel kirakott félköríves, ez még ma is megvan. És akkor ezek ilyen kis vidéki, kalotaszegi hangulatot árasztó, ilyen kontyolt, nyeregtetős házak, és mindegyikben volt egy nagyon-nagyon nagy méretű. Tehát én, ahogy így néztem az alaprajzokat, ilyen majdnem 30 négyzetméteres nappali szoba, és akkor ugye a többi pedig, hát attól függően, hogy hány szobás volt, kisebb hálószobák, egy szintén nagyon emberi méretű konyha, ilyen 10-12 négyzetméteres, és ezek mind fürdőszobás házak. Ami nagyon nagy szó volt. Ami nagy szó volt, igen. Tehát itt, még az előbb ugye beszéltünk az egyéb ilyen oti telep, stb., ott nagyon gyakran előfordul a félkomfort, itt ezek mind fürdőszobás házak, és alápincézett házak, és még kamra is volt mindegyikben. Pincének mi volt a jelentősége? Tárolni? Vagy fa, pedig például. Fűtés, vagy, hát mondjuk, mondjuk azt például ugye nem árt, ha egy ház alá van pincézve. Ma már tudjuk, ugye, ma már igen, tudjuk igen, akkor is tudták, aha, hogy ugye hát ez nyilván vízesedések. Így van, hát ez emeli az állékonyságát, az értékét egy háznak. De hát ugye ezekben kályha volt még akkoriban, ugye nem volt gázfűtés, meg ilyesmi. Igen, hát valahol a szenet meg a fát kellett tárolni. Két dolgot akartam még ebben kapcsolatban. Az egyik, ugye azt inkább csak úgy mondani, amennyire én láttam, vagy szembesültem vele, ez a, hát nem nagyon volt hosszú kifutása, hogyha 30-35-ről beszélünk, ugye igen, hol van a 27 nem, évnyi törlesztelés, tehát ugye ezt nem sikerült kifuttatni valószínűleg senkinek, de nyilván azért közben is történt, az az érdekes, hogy ha minden kötél szakad, tehát nincs utód vagy méltatlan, ugye ez is tulajdonjog, de akkor visszaszállt, akkor az visszaszállt újra, illetve a vitézi rendre, igen, gondolom, tehát igen, akkor az így igen, nem lehetett igen, tovább örökíteni, vagy mert nem volt kinek, nem. Vagy ezekből az okokból. Tehát az oldalági örökösöknek, tehát az csak akkor működött, hogyha valaki kijelölte mondjuk a testvérének a gyerekét, ugye így, mint örököst, de mondom, akkor is jóvá kellett hagyni. Most egyébként ez nagyon érdekes, hogy a vitézi cím is maga öröklődhetett. És ugye erre például az egyik legismertebb példa a Benkő Gyula
nevű színész, ugye, aki, hát természetesen 45 után már nem hordta, hogy Vitéz Benkő Gyula, de 45 előtt igen, ő 1918-ban született, és az édesapja az ő születése előtt egy hónappal halt hősi halált, berepülő pilóta volt az édesapja, méghozzá nagyon nagy nevű, meg pilóta oktató is, és az édesanyja megigényelte, ugye, hogy akkor a örökösének a gyereke. Így van, hogy a hősi halált halt örökös gyereke hordhassa a Vitézi címet, és úgy hívták, ugye, itt már tulajdonképpen egész kiskorától föl volt erre jogosítva, de akkor még ezeket, akkor még nem volt Vitézi avatva, hanem úgy hívták, hogy Várományos. Várományos, és akkor 17 éves kortól lehetett Vitézi avatni, és akkor már hordhatta a Vitézi címet. A felvezetőben említetted, hogy ez nagyon hasonlít a nemesi, vagy ilyen kvázi nemesi az egész, tehát a címviselés is. Ugye a vitézeknek külön megszólítás is járt, ugye nemzetes úr és nemzetes asszony. Ez volt a megszólításuk. És igen, ebben igazad van, ez nagyon hasonlít. Ez egy ilyen kvázi nemesség volt, nem az, de ugye ez onnan ered, hogy amikor a Horthy Miklóst kormányzóvá választották, ugye ez a 20. évi első törvénycikk rendelkezik a kormányzónak a jogköreiről, és ugye ő legnagyobb bánatára nem kapta meg a felség jogok gyakorlását. Eztől az akkori nemzetgyűlésnek a legitimista része, a felsőház, a nagybirtokosok nagyon, nagyon nem akarták ezt neki megadni, soha egyébként végig életében. És ez egy ilyen kiköszörülése volt a Csorbának, ugye, mert a felségjog például a nemesi cím adományozása, a hűbérbirtok adományozása, és gyakorlatilag így kárpótolták 1920-ban Horthyt, hogy hát ez nem olyan igazi nemesség, de olyan mégis nagyon hasonlít rá. Nekem nagyon hasonlít a kisnemes fogalmára, igen, és tulajdonképpen, igen, ha jól tudom, vissza is vehette a méltatlanság esetében. Hogyne, tehát, hogy el is vonata úgy, mint egy uralkodó. Kirakták a Vitézi rendbe. Egyébként nagyon érdekes, hogy nem kirakták, ezt nagyon kevesen tudják, hanem én szerintem talán az egyetlen volt, Bajcsi Zsilinszky Endre is vitéz volt, és ő kilépett a Vitézi rendből. A gömbös kormány politikája elleni tiltakozás miatt a 30-as években ő köszönj szépen visszaadta a Vitézi címet, de ki lehetett valakit, meg lehetett fosztani ettől a címtől, még a Telektől is meg lehetett fosztani, hogyha érdemtelen. Erre is megvoltak a törvényi passzusok, hogy például a hazaárulást követel, vagy akkor ugrott a Vitézi cím. Az olyan emelem, mint hogyha akkor kezdett el kártyázni. Ugye még nagyon súlyos, itt akartam még mondani, hogy az a Bakkara és egy pár olyan játék a 20-as, 30-as években nagyon könnyen, iszonyatosan nagy, igen, vagyonok elszálltak. Hát ott az, és igen, a kokainizmus, igen, is, az nyilván inkább, igen, a belvásban, ez egy igen, nagyon hírhedt, igen, korszak volt, ami, igen, társadalmi szinten veszélyes. Na most természetesen, amit én itt elmondtam, ezek a törvényi keretek, hogy aztán a gyakorlatban ez hogy működött, tehát hogy tulajdonképpen mennyire szigorúan vizsgálta ezt a Vitézi rend, mi történt, ha valakiről kiderült, hogy mégiscsak kártyázgat egy kicsit, stb. Hát ezeket a gyakorlatban sem is nem tudjuk. Nem tudom, hogy lehetett-e gyakorlatilag, nyilván valamennyi igen, de összesen talán 5-10 évről van szó, nem? Tehát a Vitézi telkekről, nem a Vitézi rendről, hát, beszélek. Budapesten, de vidéken lehetett, igen. Egy, igen, dolog még, tényleg a műsor vége, hogy még talán beleférünk, hogy mi lett aztán a sorsa ezeknek a telkeknek, mert azért megúszta a háborút. Ez nagyon, nem? Érdekes, igen, hogy ez rögtön 1945 után volt egy pártközi egyeztetés, amin a kisgazda párt mindenki részt vett, ugye ez még nem a kommunista időszak, ahol egyetértettek abban, hogy a Vitézi rendet azt meg kell szüntetni, hiszen a Vitézi esküben benne volt, hogy ők Horthy Miklósra esküdtek föl. Igen, hát ugye ez volt a cél. Nincs Horthy Miklós, akkor ugye nincs ennek az egésznek értelme. Viszont nagyon érdekes módon úgy gondolták, hogy a Vitézi telkeket nem kéne piszkálni. Tehát ezek az emberek kaptak egyszer földet, gazdálkodnak rajta, megművelik, vagy itt Budapesten házhelyük van, hagyjuk a fenébe, ne vegyük el tőlük, mert ez csak rossz vért szül. Na most, ugye, és innentől kezdve a budapesti történetet tudom, hogy valóban, mivel itt ugye nem járt le ez a 27 éves törlesztés, de a Vitézi rendet ugye föloszlatták, nem is lett volna kinek fizetni, hát ezért szimplán államosították.
tulajdonképpen. És akkor én olyanokat ismerek, akik maradhattak a Vitézi telepen, de utána ugyanúgy lakbért kellett fizetniük, mint bárki másnak akkor tulajdonképpen. Nem törlesztették, igen. Hanem de most nyilván, és akkor már csak egy perc, hogy azok az emberek, akiket politikailag akart piszkálni a rendszer. Tehát, mert ugye foglalkozásban, bármilyen foglalkozású lehetett vitéz, a hentestől a cipészmesteren, keresztül a kishivatalnok, de hát nyilván voltak katonatiszták, magasabb állású hivatalnokok, minisztériumi tisztségviselők. Na most ezeket ugye azért 47, 48, 50 után hát elkezdte ugye a rendszer vegzálni, no pláne internálni. Na most úgyhogy biztos, hogy történtek ezek mind egyedi sorsok. Tehát törvényileg ilyen nem volt szó arról, hogy a vitézi telkeket elveszik a vitézektől, de mégis egyedileg nagyon sok embertől vehették el olyan módon, hogy például internálták. És akkor valaki más költözött a helyére. Budapesten lett még, vagy bárhol felelhető vitézi telkek? Vagy 18 darab telket osztottak még ki Óbudán. Aha. Ez Óbudának, ott már egész fönt a Csillaghegyi út körüli része, ott is volt egy ilyen elhagyatott terület. Én azt a múltkor, és álltak fölépültek ezek a házak, ugyanis az óbudai vitézeknek is itt, ők is itt Zuglóban kapták meg, tekik nem csináltak külön avatást, de 18 házról volt igazából szó, ezt nem lehet egy telepnek nevezni, és én egyszer elmentem megnézni, hogy hát, ha valami nyomokat felfedezek, hát ott már olyan átépített házak vannak, hogy ennek már nincsen nyoma, szemben a zuglóival, amit itt is nagyon sok mindenben nyilván a tulajdonosok belenyúltak, de azért ez egy helyi védettségű telep, azért a főbb építészeti motívumok még mindig felismerhetők. Ez azért volt érdekes, mert itt tulajdonképpen apai nagyapám révén, aki Tónkanyarba halt meg, vitéz, ugye valószínűleg megkapta, hogy valami mi családunk nem ebbe az irányba, tehát egyszer apu még úgy azért, hogy mondjam, incselkedve mondta, hogy adott esetben még vitéz, de ez, tehát ebből a szempontból is érdekes szempont volt, de szó sincs Pestről, az Baranyában van, de nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Ez volt a Zugló értékei, ezúttal a vitéztelepről. Thank you.